Kedves repülőszimulátorosok, DC-hunavtagok, fotelpilóták! Lassan véget ér az esztendő, és úgy gondoltuk, megnézzük, mi történt idén. Számba vesszük, mit is sikerült elérnünk, és hogy milyen terveink vannak a jövőre nézve. A DC-hunav egy repülőszimulátorokat szerető és játszó baráti csoportként kezdte meg működését, már lassan 8 éve. Már az elején nyitva hagytuk az ajtót mindazok számára, akik csatlakozni szerettek volna egy magyar nyelvű virtuális repülős közösséghez, hogy közösen hódolhassunk a hobbinknak, a repülésnek. Jó volt látni, ahogy évről évre gyarapodunk, ahogy együtt repülve megosztjuk egymással a tapasztalatainkat és tudásunkat. Jó volt látni élőben, egy-egy rendezvény során azokat az arcokat, akiknek eddig csak a hangját hallottuk a Discord csatornán. Már több mint 200-al vagyunk ebben a kis baráti társaságban, és bár örülünk ennek, mégis tapasztaljuk, ahogy gyarapodunk, az a kezdeti baráti kapocs gyengülni látszik. Törtük a fejünket, hogyan lehetne a közös kommunikációt, a közös repüléseket és a közös élményeket rebootolni itt a csoportban. Az első kezdeményezésünk erre a DC-hunav elrész volt. Szerettük volna méltó környezetet biztosítani a tagjainknak a versenyzéshez, egy olyan arénát, ahol büszkeség tölti el a versenyzőket. A visszajelzések alapján ez sikerült, és bár idén foghias volt a verseny, jövőre mindenképpen lesz majd egy-két elrész. Szerettük volna átláthatóbbá tenni a szervereinket, ahol a most érkező és a profi pilóták is megtalálják a maguk játszóterét. Az aerobatik, a tréning, a Red versus Blue és az egy-két havonta változó misszió szerverünk úgy gondoljuk, hogy lefedi a tagjaink többségének az elvárásait, így a jövőben is ezt a rendszert visszük tovább. Ahogy eddig is, minden tagunknak lehetőséget biztosítunk saját maga által készített misszió vagy egyéb esemény lebonyolítására. És bátorítottunk is mindenkit, hogy részt vegyen ebben a közösségi alkotói munkában. Mi itt a csoportban nem politizálunk. Ráadásul közeleg a karácsony, de nem mehetünk el szó nélkül a szomszédunkban dúló háború szörnyű képei láttán. Főleg, hogy mi nap mint nap repüljük ezeket a tévében is látott repülőgépeket. Bombát dobunk, rakétát lövünk, ellenséges gépeket fogunk el. Pixelgépeket, pixelrakétával. Talán nem vagyok egyedül ebben, ha azt mondom, hogy a háború első légi felvételei után nem voltam képes elindítani a DCS-t. Ledöbbentett a látvány, hogy egy letűnt korgépét látom repülni, ami emberi életeket old ki. Itt a csoportunkban sokan vagyunk és sokfélék, de abban talán mindannyiunk egyetért, hogy a monitoron menő lövöldözni, de a valóságban. Így őszülő fejjel az a naív gyermetek gondolat kavarok bennem, hogy ezt és az összes többi véres háborút itt a DC arénájában kéne megvívniuk a feleknek. Mi, harcos fotelpilóták, a béke mellett állunk. Békés, szeretetben gazdag ünnepeket, boldog új esztendőt és élményteli repüléseket kívánunk mindenkinek a DC-hunav csapata nevében.